Köszöntjük a hallgatókat a Demokrácia Most című műsor kereteiben, abban az új sorozatban, amely most jelentkezik másodszor, Civil világ Magyarországon címmel. A program szervezője a Méltányosság Politika Elemző Központ részéről Zsolt Péter, és a Civil Rádió részéről Péterfi Ferenc vagyok. A mai vendégeinkről, Péter, egy kicsit mutass be őket a hallgatóknak, kérlek. Jó napot kívánok! Hát a mai vendégeinket mindjárt bemutatom, de először magáról, a civil világról. Ennek az a célja, hogy kicsit ismeretterjesztő módon mutassuk be a különböző egyesületeket, civileket, és valamiféle teljességre törekszünk. A témánk azért a globalitásnak a kérdései, és így a zöld szervezetek lennének ma a fókuszba. Hogy mutassam be Simon Gergelyt a Greenpeace-től, és Tatár Sándort a Tavirózsa Egyesülettől. Tehát van egy globális szervezetünk, és van egy helyi kis zöld szervezetünk. Én Tatár Sándort régóta ismerem, mert egy településsel lakunk, Veresegyházon tevékenykedik ő is, meg én is. De azt mentségemről mondjam, hogy Sándort a Gergely ajánlotta, tehát nem én javasoltam, hanem a Greenpeace-nek jutott eszébe, úgyhogy ártatlan vagyok, ezt szeretném rögtön az elején közölni. Feltehetően, mivel egymást ajánlották, egymást ismerik is. Igen, hát ugye a Greenpeace-t azt hiszem, hogy azok is ismerik, akik nem csak... Tatár Sándor, aki válaszol. Tehát a Greenpeace-t úgy gondolom, hogy nem csak azok ismerik, akik környezetvédelemmel foglalkoznak, hanem általában az átlagember is különböző hírekből, különböző akciókról ismeri. És hát szorosabb együttműködés az elmúlt években a Tavirózsa Egyesület és a Greenpeace között nem volt, de éppen az elmúlt hetekben alakul úgy, hogy majd egy konkrét veresegyházi ügyben elképzelhető lesz már az együttműködés. És azért természetesen követem a sajtót és a Greenpeace-nek a tevékenységét valamilyen szinten, tehát azért mindenféleképpen képbe vagyok az ő tevékenységükkel. Fordítva látod, hogy már ez nem igaz, mert ugye a mi egyesületünk az elsősorban helyi térségi egyesület, bár az elmúlt években már országos és egy-két nemzetközi projektünk is volt, de mi egy kicsit más területen mozgunk, mint a Greenpeace. Én már egy új ideje a Magyar Civil Mozgalomban vagyok, tehát már lassan 15 éve civilkedek. Én hallottam többször a Tavirózsa Egyesületről, és most valóban egy konkrét projekt kapcsán kerestek meg minket, egy veresegyházi ügy kapcsán, ahol elkezdtünk most valamilyen szinten együtt dolgozni. Azért még az nem dőlt el, hogy mint Greenpeace részt veszünk-e benne, vagy csak esetleg mint Greenpeace szakértő próbálok valamilyen módon segíteni. Hát ezt majd a jövő fogja megmutatni, hogy... Ez hogy történik? Tehát, hogy eldöntik a Greenpeace-be, hogy lehet-e segíteni egy adott kis településnek a problémájában, és akkor neked ehhez alkalmazkodnod kell, vagy ahogy mondod, van valamikor a szabadságfokod, de akkor nem a Greenpeace nevében segítesz. Ez egy kollektív döntés ilyenkor, hogy kinek és miért? Egyébként bonyolultabb, ugye én szakértőként dolgozok a Greenpeace-nél, és a regionális Greenpeace-nél dolgozom, tehát 8 ország tartozik hozzám. Ezért mindenféle ilyen-olyan kérdésekkel gyakorlatilag 8 országból keresnek meg. És ez valamennyire saját magam döntöm el, hogy kinek szakmailag mennyire tudok segíteni éppen. Az, hogy a Greenpeace Magyarország, ami egy kvázi tőlem részben független szervezet, elkezdve foglalkozni az ügyjel, az egy sokkal bonyolultabb és hosszabb döntéshozatal eredménye lesz. Esetleg én javaslom, hol dől el ez? Ez a Magyar Greenpeace iroda fogja eldönteni az alapján, hogyha mondjuk összeállítok nekik egy csomagot, hogy itt miről van szó, mit lehet tenni, milyen problémák vannak. Nagyon sok esetben azért elegendő, hogyha szakmai segítséget adunk, vagy bekapcsoljuk a helyi aggódó lakosokat a helyi szervezethez, vagy pedig segítünk nekik abba, hogy tudnak a hatóságoktól kikérni valamit, vagy kikényszeríteni valamit. Tehát nagyon-nagyon sok esetben úgy segítünk, vagy úgy vagyunk egy ügyben, hogy nem jelenünk meg névvel, nem csinálunk semmit, hanem csak egyszerűen a tapasztalatunk, meg a szakmai kapcsolatainkkal tudunk úgymond a helyieknek segíteni egy-egy ügybe. Azért az ügyek nagyon nagy része ilyen, tehát az, hogy egy helyi ügyben a Greenpeace kijön a nyilvánosságra, ahhoz azért nagyon, nagyon indokoltnak kell legyen. Illetve nyilván, hogyha mi belépünk egy ügybe, akkor nagyon sok elvárása is lesz a helyieknek, médiának, mindenkinek, hogy mi ott tevékenykedni fogunk. Tehát ez egy hosszú megfontolt
folyamat eredménye. Gergely, most egy részterület felül kezdtél beszélni a Greenpeace-ről, de tedd meg, hogy egy pár mondatban nekünk segítesz képbe hozni, hogy hogy is működik a magyarországi Greenpeace szervezet, tehát hogy hogy áll föl, milyen fő céljai vagy ilyen stratégiai céljai vannak. Hát ez egy elég átfogó kérdés. Hát ugye a Greenpeace ugye a világ egyik legnagyobb környezetvédő szervezete, abba különbözünk talán a legtöbb zöld szervezettől, hogy mi semmilyen állami vagy céges pénzt nem fogadunk el, tehát gyakorlatilag csak magánadományokból, illetve a magánalapítványoknak a támogatásából élünk. A Greenpeace-nek van egy központja Amsterdamban, illetve 40-valahány országban van jelen, illetve van több regionális iroda is, ilyen a mi térségünk is, a közép- és kelet-európai iroda, ez 8 ország tartozik, és Bécsben van a központja. És alapvetően a magyar Greenpeace irodába 2 vagy 3 féle, vagy sőt talán 4 féle szinten dolgoznak emberek. Van egy ilyen kis közepes méretű magyar iroda, ahol dolgoznak magyar kampányosok, magyar adományszervezők, magyar akciós, stb. Programcsapat dolgozik, nemzetközi témákat hoznak Magyarországra, illetve magyar témákat is visznek. Dolgozunk jó páran a regionális irodának, az azt jelenti, hogy mi most már 6-an úgy ülünk a magyarországi Greenpeace irodában, hogy nem a magyar irodának dolgozunk, hanem mind a 8 országgal együttműködünk, illetve nagyon sok nemzetközi Greenpeace projektben vagyunk benne, tehát hogy nagyon sok kollega, én nekem mondjuk tavaly volt fél év, hogy ázsiai irodákat koordináltam folyamatosan, tehát és Ázsiában kellett dolgoznom gyakorlatilag, tehát ez egy elég flexibilisen működik, hogy ki kivel dolgozik, és vannak olyan kollégák is, akik csak nemzetközi szinten dolgoznak, aki nem is Közép-Európával foglalkozik, hanem az egész év folyamán végig. Amikor azt mondod, hogy foglalkozik, akkor még nem tudjuk pontosan, hogy ez most egy elméleti, vagy pedig valami akció... Nehéz, mert vannak olyan kollégák, akik... Akciószervezésről van akik, szó. Akik kifejezetten ilyen kampányokat szerveznek, valaki akciókat szerveznek, valakik, mint én mondjuk, inkább szakértői, elemzői munkát végeznek, és vannak, mit tudom én, ilyen stratégiai gondolkodók, akik a jövőbeni terveket alakítják ki. A Greenpeace, nemzetközi Greenpeace munkájában ilyen kollégánk is van pont a magyar irodában. Ugye a Greenpeace alapvetően pár nagy program mellett dolgozik. Az egyik nagy programunk az a klímaváltozás és a megújuló energiák témája, a másik ehhez kapcsolódó témánk az északi sark megmentése, illetve az, hogy a Antarktiszhoz hasonlóan egy védett területté nyilvánítsák az északi sarkot. Van 2 olyan programunk, ami Magyarországot kevésbé érint, egyik az óceánok megmentéséről, a másik pedig az esőerdők megmentéséről szól, bár az erdők és őserdők azért valamilyen szempontból lehet, hogy minket is fognak érinteni. Van egy nagy átfogó mezőgazdasági kampányunk, a Food for Life, tehát hogy egy fenntartható mezőgazdasági modellt kilobbizó kampányunk, vagy azért tevő kampányunk, ez nagyon aktív Magyarországon is. Illetve az én területem az a Toxic Detox kampány, ami a különböző vegyi szennyezések, különböző iparágoknak a szennyezései, különböző termékek vegyi anyagtartalmával foglalkozik. Ez a kampányunk alapvetően Ázsiában nagyon erős, és Európában inkább a Németországban, skandináv országokban erősebb. Ahogy ezt elmondod, ebből az látszik, hogy egy eléggé szisztematikus felépítésű rendszerében, tehát helyi, magyarországi, regionális, és van egy nemzetközi tágabb szervezet. Már az előbb itt érintettük, hogy egy ügynek a kezdeményezése, vagy a döntéshozatalnak mekkora szuverenitása van a helyi szintnek, vagy mennyi egyeztetési kötelezettsége van a felsőbb szintekkel. Egyáltalán felsőbb szintekről van ez szó ebben az esetben. Igen, van szó felsőbb szintekről, abszolút. Tehát, hogy alapvetően a Greenpeace irodáknak nemzetközi kampányokat kell követni, és abba, ahhoz illeszkedem, vihetnek helyi témákat is, amik helyi szinten fontosak. Többért ezek a helyi témák mindig kisebbségben vannak. Hát pont azért vannak nagyon jó és hatékony helyi szervezetek, hogy gondozzák a helyi magyar ügyeket, és a Greenpeace-nek pont abban rejlik az ereje, hogy egyszerre 20-30-40 országban tudunk ugyanavért a célért föllépni, és így tudjunk mondjuk globális, multinacionális cégeket, akik ugye ezt szintén 30-40, akár 100 országban harcolják ki a saját jogaikat, vagy a saját, hogy mondjam, a jogaikat rossz szó, a saját érdeküket. Mi pont velük szemben nekünk van esélyünk, hogy 40 országban, erre nagyon sok konkrét példát tudok mondani, amikor mondjuk egy-egy nagy cég ellen
a gyártás helyszínen, mondjuk Dél-Kelet-Ázsiába, Kelet-Ázsiába, illetve a fogyasztás helyén Japánba, Európába, Amerikába lépünk föl, úgy tudtuk a céget mondjuk meghátrálásra kényszeríteni, illetve nemzetközi egyezmények mellett tudunk így föllépni, hogy egyszerre 30-40 országban küzdünk ugyanazért. Ez egy hihetetlen nagy előny a Greenpeace-nek, ezért tud globális változásokat elérni, mind globális politikában, mind pedig cégekkel szemben. És nyilván próbálunk segíteni helyi ügyeket is, de ennek sajnos nem tudunk előnyt adni a nemzetközi munkával szemben, mert ez sokkal inkább a kis helyi szervezeteknek a nagyon-nagyon fontos és kiemelkedően fontos feladata. Sokszor segítjük őket, de a prioritásunk mégis csak egy globális munka. Jó, akkor Sándort kérdezzük meg arról, hogy mindez, amit hallottunk, ezt nagyjából ismerjük is, meg a Greenpeace-ről van is egy képe mindenkinek arról, hogy mennyire radikális, vagy mennyire nem. De ezek nagyon vonzó küldetések. Nem akár egy biológus számára, jól tudom, biológus a végzettséged, akár egy amatőr természetvédő számára. Miért nem törekedtél arra, ha nem törekedtél, hogy te magad is a Greenpeace kötelékébe tartozzál? Hát én úgy gondolom, hogy pont ez a jó benne, hogy nem vagyunk egyformák, tehát vannak olyan emberek, mint akár én, hogy inkább a lokális, térségi vagy akár országos dolgok jobban érdekelnek, és hatékonyabban megtaláltam benne a célokat, amelyeket az Egyesület ugye képvisel, és ahogy itt elhangzott Gergelytől, ez abszolút szerintem jó, hogyha vannak tényleg helyi szervezetek, amelyek egészen közel vannak a tűzhöz, úgymond, vagy egészen konkrét dolgokat tudnak egy adott problémáról, és van a Greenpeace, aki felé tudnak oda-vissza kommunikálni, és tudnak adatokat, információkat cserélni. Én úgy gondolom, hogy ebben nem, hogy nincsen probléma, hanem ez egy nagyon pozitív dolog. Akkor beszéljünk egy kicsit a kudarcokról. Tehát az milyen kudarcokat tud elszenvedni egy Greenpeace-es megmozdulás, és miért egy kis szervezet? Mert nagyon ritka az, amikor egymást tudják segíteni. Gyakorlatilag én szakmai szempontból úgy gondolom egyesületünk, amióta megalakult, most már 18 éve volt idén márciusban, szakmai szempontból nem nagyon hiszem, hogy volt olyan fellépésünk, amiben kudarcot vallottunk volna, tehát bebizonyosodott volna mondjuk egy olyan állításunkról az, hogy ezt tévesen gondoltuk, szakmai szempontból hangsúlyozom. Az más kérdés, hogy voltak olyan peres, bírósági egyéb ügyeink, amelyeket továbbra is fenntartjuk azt, hogy szakmai és jogi szempontból is igazunk volt, és mégsem sikerült érvényesíteni a jogainkat, illetve a lakosság jogait. Nem tudom, hogy konkrét példát mondjak. Persze, esetleg. Akkor lesz teljes a kép, hogyha mondasz. Tehát például Veresegyház határában van az Ivacsi-Lápét természetvédelmi terület, ami egy országosan védett terület, és ez már 1997 óta ugye törvény alapján védett terület. Erről tudott az önkormányzat, és önkormányzati tulajdonban is van. Ennek ellenére a 2000-es években a polgármester úr adott szóbeli engedélyt egy vállalkozónak, hogy eldozerolhatja egy részét, és lovasugrató pályát alakíthat kézen a Lexlége védett lábterületen. Egyesületünk megjárt minden fórumot, a rendőrséget, a bíróságot, és ennek ellenére a végső konklúzió az volt minden fórumon, hogy hát az volt a nagy probléma, hogy nem volt kitáblázva, hogy védett a terület. Na most ugye az ember elgondolkodik, hogyha a tulajdoni lapon be van jegyezve, hogy védett a terület, önkormányzati, az önkormányzatnak tudnia kell, hogy egy védett terület, akkor gyakorlatilag ez úgy látszik nem elegendő, nem kell egy tábla is. Na most rendben van, hogyha kiteszünk egy táblát bármelyik természetvédelmi területre, és aznap este ellopják, akkor másnap ezek szerint bárki bármit csinálhat a területen. A rendőrség, az ügyészség és a bíróság is azt mondta, hogy nem történt semmiféle természetkárosítás vagy bűncselekmény. Úgy zárult az ügy, hogy elutasították. És hogy tud ezzel, mit tud kezdeni ezzel egy egyesület, illetve hogy jelenik ez meg a hátizsákjában, a tarsójában, hogy feldolgozza, valakihez fordul? Igen, hát igazából, hogyha már ilyen fórumokat megértünk sokfelé, nem lehet már fordulni. Igazán azt gondolom, hogy talán annyiban tanulság, hogy hasonló ügyekben esetleg másképp, más stratégiát képvisel az egyesület, vagy lehet, hogy vannak olyan esetleg még ennél kisebb ügyek, amelyekben úgy gondolja az egyesület, hogy sajnos nem érdemes időt, energiát és pénzt beletenni, mert tudjuk előre esetleg, hogy mi lesz a végeredmény, de azért természetesen igyekszünk minden ügyben fellépni, főleg, hogyha a lakosság megkeres, és elég gyakran megkeresnék minket helyi térségi lakosok is, sőt van olyan lakos, aki Sződről lépett be a Veresegyházi Egyesületünkbe, mert ott Sződ határában történt egy olyan természetrombolása, ami ellen segítettük őket fellépni, a helyi lakosokat.
Tehát azt hiszem, hogy tanulságokat le lehet szűrni, de igazán eléggé padhelyzet. Tehát az ember nem tudja, hogy ha hasonló eset történik, akkor most tényleg érdemes-e még egyszer végigjárni itt a jogi és egyéb érdekérvényesítést. Ezek a hazai viszonyok. Ja. Vannak kudarcos történetek globális szinten? Hát, hogy mondjam, nehéz megfogalmazni, hogy ahogy valamivel nagyon lassan haladunk előre, vagy nagyon, hogy mondjam, nehézkes a célt elérni, azt nem tudom, hogy kudarcnak nevezzük-e vagy sem. Hát mondhatok helyi ügyeket, amiken dolgozott a Greenpeace-ol egyelőre, nagyon lelassultak a folyamatok, illetve a globális ügyek is vannak hasonlóan. Csak felvillanás szerintem. Mondjuk az almásfüzetői vörösi szaptározóra kirakott, elvileg komposztált veszélyes hulladék kapcsán mi pontosan láttuk, hogy jogilag igazunk van, mégis az összes magyar jogi frontot elbuktuk. És ez elvileg azt jelenti, hogy ez nem volt komposztanyag, mert hát, tele volt méreggel. Hát igen, azért elég, hogy mondjam, nem nehéz. Számomra elég logikus, hogy mondjuk higanyt és arzént elég nehéz komposztálni, viszont ezt a magyar bíróság mégis elfogadta, hogy ezt teszik. Nyilvánvaló volt, hogy igazunk van, ezért kellett az Európai Unióhoz fordulnunk, hogy eljárást indítson az engedély is, és az engedélyt kiadó magyar hatóság ellen. Ez az elhúzódó. Az eljárás el is indul, de hát most már lassan 3 éve folyik, vagy 3 éve kezdődött az, hogy mi beadtuk ezt az Európai Unió felé, és továbbra is ugyanúgy komposztálják a különböző valószínűleg komposztálhatatlan, sőt biztosan komposztálhatatlan hulladékokat, és emiatt veszélyeztetik a környezetet. Ez egy olyan eset például, ugyanúgy, mint a kishantosi, ahol pontosan tudjuk, hogy jogilag nekünk van igazunk, viszont valahogy a magyar jogalkalmazásnak a legyengülése miatt, vagy hogy mondjam, elhúzódása miatt, mégis évekig kell várnunk arra, hogy igazunk legyen, és addig rengeteg szennyezés és baj történik. És hát globálisan is a rengeteg nagyon jó sikeres kampányunk mellett, amiket mondjuk az erdővédelemben, vagy pedig a detoxban elértünk, mondjuk a klímaváltozással kapcsolatos küzdelmeink azért elég, hogy mondjam, akadoznak. Demokrácia Most című műsort hallják, ebben a Civil Világ Magyarországon című speciális sorozatunkat. A mai alkalommal két szervezetet hívtunk meg, a Greenpeace-től Simon Gergelyt és egy lokális helyi egyesülettől, Veresegyházáról a Tavi Rózsa Egyesület képviselőit, Tatár Sándort, és megpróbáltuk megérteni, hogy az egyik, illetve a másik helyen milyen feladatokat vállalnak, milyen struktúrában működik a szervezet, illetve hogy a döntéshozatalban mennyire lokális érdekekhez kötődnek, mennyire van helyi lehetőség a döntéshozatalt befolyásolni, vagy mennyire kötődik ez egy nemzetközi szervezet esetében szélesebb általános elvekhez. És elkezdtünk beszélni a stratégiákról is. Szerintem ezzel a témával folytassuk, mert a Tavi Rózsa Egyesülettől Tatár Sándor mondta, hogy hát újra gondolják, hogy mire van energiájuk és mire nem. Mindig tanulnak egy kicsit. Én nekem néha az az érzésem, hogy bele is fáradnak, szóval vannak ilyen hullámvölgyek, amikor kicsit kevésbé aktívak. Hogyan, mit tanulnak a saját kudarcaikban, hogyan alakulnak a stratégiák a jövőre vonatkozóan? Igen, én azt hiszem, hogy egy kicsit pontosítanám, tehát nem a belefáradás szó lenne az igazi, mert ugyan akkor egy egyesületnek nincs is értelme működnie, hogyha a tagjai belefáradtak, de ezt ki kell emelnem, hogy az elég nagy különbség egy nemzetközi szervezethez képest, hogy nálunk azért a működési költségekre a források sokkal korlátozottabbak. Tehát azt jelenti, hogy ha bárki az egyesületünkben bármilyen akcióban részt vesz, vagy bármilyen háttérmunkát végez, akkor azt mindent önkéntesen a napi 10 óra egyéb munkája mellett, vagy 12 óra egyéb munkája mellett csinálja. Nálunk azért az mégis, mondom, nagyon meghatározó, hogy egy rövid ideig, amíg volt saját térségi rádiónk, ami online bárhol ugye fogható volt, a Tavi Rózsa rádió, addig volt alkalmazottunk egyetlen egy fő, a többi mind önkéntes volt ott a rádióban is. Tehát azt szeretném kihangsúlyozni, hogy tényleg vannak olyan esetek, amikor nagyon kevés kapacitásunk van, inkább úgy fogalmaznék arra, hogy mondjuk leüljön az illető szakértő, vagy akár én est, és akkor egy bírósági beadványt az egyesületünk ügyvédjével megfogalmazzunk. Arra gondolsz, hogy a forrásteremtés az függőséget jelenthetne esetleg, és hogy ezért nagyon kockázatos ennek a forrásnak a bevonása? Én úgy gondolom, hogy forrás nagyon nehéz bevonni. Nincs is forrásuk. Tehát, igen, ez tehát igazán minimális. Hát van forrásunk, csak működési jellegű ugye az elmúlt években nagyon lecsökkent. Például konkrétan a Tavi Rózsa rádió azért szűnt meg 7 év működés után, mert egy idő után az állam olyan lehetetlen pályázati rendszert alkotott, amiben nagyon sok civil rádió már nem tudta
nem tudott pályázati úton forrást szerezni, aztán később az önkormányzat is megvonta a támogatást a Tabiroz Rádiótól, és most a Nemzeti Együttműködés alapkeretén belül szoktunk működési támogatást kapni, de nem akkora összegeket, hogy ezzel olyan aktívak legyünk, mint korábban. Tehát az a lényege, hogy töredéke a mostani működési forrásunk annak, ami mondjuk volt egy 5-6 évvel ezelőtt. De hát ugye ettől függetlenül azért, hogyha megkeresnek minket konkrét ügyekben, illetve hogyha vannak konkrét céljaink, terveink, azért vannak olyan szakmai projektjeink, amelyek most is futnak. Többek között éppen a Norvég Civil Támogatási Alaptól nyertünk másodszor a óvodások, iskolások környezeti szemlélet formálására támogatást. Ez egy olyan dolog, amiben már gyakorlatotok van, nem? Mert nem először. Hát én úgy gondolom, hogy pályázatot írni már 10 éve. De magával a témával, tehát már igen, korábban igen, is igen, volt. Igen, ezt akkor egy kicsit, hogyha már ugye korábban kérdés volt a Greenpeace felé, ugye az, hogy milyen fő céljaink vannak, akkor ezt így kiemelném, hogy ugye az elmúlt években kikristályosodott az, hogy 3 fő pillére van a mi egyesületünk küldetésének céljainak. Az egyik az a fenntarthatóság előmozdítása Veresegyház térségében, ugye amely társadalmi, környezet és gazdasági folyamatoknak valamiféle egészséges összhangjáról szól. A másik az önkormányzati, illetve a hatósági döntéseknek a befolyásolása vagy figyelemmel kísérése bármilyen beruházás vagy akármilyen projekt esetében. A harmadik az pedig a természetvédelmi tevékenység, amihez kapcsolódik egyébként a környezeti szemléletformás és ismeretterjesztés. Tehát gyakorlatilag ezek azok a fő tevékenységi területeink, aminél többet nem is nagyon vállalunk be, csak hogyha esetleg vannak helyi speciális megkeresések, mert ez éppen elég, úgy gondolom, egy ekkora egyesületnek. Uh-huh. Igen, annyit tennék hozzá ez a pont a felmerült feladatok, költségek, stb. Területhez, hogy minket is gyakorlatilag szinte naponta keresnek meg ilyen ügyes bajos dolgokat, sőt naponta többször keresnek meg, hogy segítsünk, és nyilván ez nincs benne semmilyen hivatalos munkaprogramunkban. Nálunk ugye elég sok fizetett alkalmazott van, illetve nagyon sok önkéntesünk van, tehát a aktivistáink száma az ugye gyakorlatilag több száz, és ebből azért egy ilyen 60-70 ember azért napi szinten is aktív, aki Greenpeace önkéntes Magyarországon, vagy Greenpeace aktivista. Emellett több mint 12-14 ezer támogatónk van, akik havi vagy ritkább szinten, de rendszeresen támogatják a Greenpeace magyarországi tevékenységét. Tehát van azért egy elég széles kör a Greenpeace körül, akik ezt ilyen... Akartam is kérdezni, hogy a Greenpeace Magyarország költségvetése az egyensúlyban van, vagy pedig külföldről kell segítséget kapni? Ugye nálunk a közép- és kelet-európai Greenpeace az egy egység, amiben nyilvánvalóan a osztrák adományok nagyobb súlyal vannak benne, mint a magyar adományok. De a költségvetés egységes, tehát az biztos, hogy gyanítom, hogy több osztrák adomány jut ide, mint magyar adomány jut Ausztriába, de elég jelentős a magyar támogatási réteg is. Tehát elég sokan, tehát mondom, több mint 10 000 ember, aki rendszeresen adományoz a Greenpeace-nek. Persze aztán ettől kezdve külön más kérdés, hogy vannak, akik a magyar Greenpeace-nek dolgoznak, illetve vannak nagyon sokan a magyar irodában, akint mondom, a nemzetközi vagy regionális Greenpeace-nek dolgoznak, illetve van egy-két gazdag magyar alapítvány is, vagy magánszemély is, aki szintén támogatja a Greenpeace-t. Többször erre hivatkoztál, Gergely, hogy ugyan nektek globális vagy regionális lokalitást meghaladó feladataitok, küldetésetek van, de mégis állandó ingerek, állandó megkeresések vannak helyi szintű ügyekben. Ez nem jelent a szervezetben itthon dolgozók számára egy ilyen szétszakítottságot, vagy egy ilyen nehéz helyzetet? Hogy... Meg frusztrációt, mert hogy nemet kell mondaniuk. Nagyon sokszor sem, és valóban nemet kell mondanunk, sőt, őszintén leszek, az esetek nagyobb részében nemet kell mondanunk, hiszen hogyha minden ügyel, amivel megkeresnek minket lelkiismeretesen dolgozni, akkor nekünk valószínűleg egy 100 körüli alkalmazottak kellene non-stop dolgoznunk, tehát sajnos ez teljesen lehetetlen lenne. És az szerepele ebben a tágabb stratégiában, tehát a képesítétel az, hogy a Greenpeace esetleg a saját szakismeretét, vagy az által elérhető szakismeretet megpróbálja az ilyen helyi szervezeteknek a fejlesztésére, képesítételére tenni, tehát hogy a lokális feladatot helyben lássák el, de abban segíteni, hogy fölkészültek legyenek erre. Része ez a működéseteknek? Így ebben a formában nem, de mégis igen. Tehát van egy határozottan egy olyan szándékunk, hogy szeretnénk, hogyha a Magyar Zöld Mozgalom erős
egészséges és, hogy mondjam, hatékony lenne. Volt időszak, amikor a magyar zöld mozgalom nagyon erős és nagyon ütőképes volt. Sajnos azt látjuk, hogy az elmúlt pár évben elősen lecsökkent a zöld mozgalomnak a befolyásolási képessége és a ereje is. Ez részben pont azért van, mert nagyon sok forrás eltűnt, és emiatt nem tudják finanszírozni. Nagyon sok zöld szervezetnek egyébként az ember az, az vagy aktivistánk, vagy partnerünk. Nagyon sok közös programunk van zöld szervezetekkel. Egyébként a zöldek országos találkozóját tavaly előtt részben mi szerveztük, és részben mi finanszíroztuk. Tehát több programunk van, amivel próbálunk valahogy egy egységes és erősebb zöld mozgalom mellett kiállni. Nyilván azért a magyar zöld mozgalom se egy homogén valamit. Az, hogy mikor kezdünk el egy magyar szervezettel együtt közösen valamilyen munkába, kampányba, az részben attól is függ, hogy mennyire illeszkedik a mi munkaprogramunkhoz. Tehát amiket mondtam korábban, hogy klímaváltozás, fenntartható mezőgazdaság, GMO vegyi szennyezések. De, tehát aki azt akarja, most mondom a hallgatóknak, hogy a Greenpeace segítsen nekik, akkor úgy fogalmazza meg a segítség kérését, hogy bele tudják illeszteni ezeket. Vagy illeszkedik, vagy pedig olyan fokú problémáról van szó, amivel nem mehet el a Greenpeace. Tehát hogy az a másik, hogy egy teljesen más témáról van szó, ami nem illeszkedne mondjuk a programunkba, de mégis akkor a skandalum, akkor vagyunk kénytelenek, vagy akkor döntünk úgy, hogy beleállunk. De én konfliktust nem látok, én azt látom pont a kollégáimon, hogy mindenki mindennel szeretne foglalkozni, mert a Greenpeace alapvetően a környezetért élt eléggé aggódó és tenni akaró emberek vannak nyilván. Úgyhogy inkább az szokott lenni a baj, hogy az összes kollégánk hétvégén is este 10-kor még a Skype-on log és egyeztetjük egymással, hogy milyen témában mit lehetne csinálni. Tehát konfliktus nincs, inkább kapacitás hiány. Azt jól érzékelem-e, hogy a Tavi Rózsa esetében, sok ilyen kis hasonló szervezet esetében, ahogy elmondtad a funkciókat is, tehát a környezeti nevelés és mindenféle egyéb dolgok mellett van egy közvetlen döntéshozatallal kapcsolatos ellenőrző, egy ilyen watchdog funkció, tehát az érdekérvényesítés, érdekvédelemnek valamilyen sajátos szerepe jelen van, és mintha a Greenpeace ezt nem a zászlóshajója lenne ennek, inkább talán a Greenpeace esetleg ügyeket próbál találni, és nem annyira egy helyi területet, de javítsatok ki, ha ez nem pontos. Tehát, hogy van-e watchdog szerep, ez itt a kérdés, helyi politikai tevékenységnek az ellenőrzését is. Természetesen, ugye ezt nem mondtam, hogy én korábban külső bizottsági tag voltam a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságban, Veresegyházon 2002 és 2006 között. Az önkormányzatnak ez a bizottsága arra? Igen, bocsánat, igen, önkormányzatnak. Aztán 2006 és 2010 között pedig a bizottság elnöke voltam, mint megválasztott képviselő, egyesületi színekben választottak meg. És gyakorlatilag ez egy nagyon hasznos dolog volt, és úgy gondolom, hogy minden más civil szervezetnek, aki csak egy kicsit is kacérkodik a gondolattal, annak nagyon javasolnám azt, hogy akármilyen módon természetesen a jog keretein belül próbáljon meg bekerülni egy képviselőtestületbe, vagy legalább egy bizottságba külső tagként, mert nagyon sokat tanulhat belőle az ember az érdekérvényesítés kapcsán is, illetve annak kapcsán is, hogyha bármilyen döntéshozatal van, akkor az ember, illetve az adott civil szervezet időben tudjon bekapcsolódni a folyamatba. Ugye nagyon sokszor, hogyha egy adott önkormányzat például nem szeretné, hogy a nagy dobra vernének valamilyen beruházást, akkor megpróbálja ugye olyan bizottságüléseken, vagy akár zártán nyilvánítani egy ilyen ülést, ami ugye nagyon ritka esetben engedi meg a jogszabály, elintézni és megszavaztatni az adott beruházást. Tehát én úgy gondolom, hogy talán az egyik legnagyobb ilyen tanulási folyamat az egyesületünknek az volt, amikor sorba jöttek az információk, és még időben tudtunk lépni bizonyos még településfejlesztési döntések kapcsán. Azért ezt ki kell hangsúlyoznom természetesen, hogyha az ember a képviselőtestületben benne van, nézőpont kérdése, hogy a 11 néhány főből, ha egyetlen egy szavazaton van, az mit ér. Na most Veresegyházon volt olyan időszak, amikor képviselő voltam, egy olyan 2 évig körülbelül, amíg én voltam a mérlegnyelve, és gyakorlatilag az annyit ért, mint hogyha lett volna 7 szavazatom. Az más kérdés, hogy aztán később bizonyos képviselőket sikerült megvásárolni ugye valamelyik félnek. Igen. Konkrétan volt helyi védetény nyilvánítási javaslatom természetvédelmi terület létrehozására, és például a nagyszámok törvény alapján dolgoztam, ami azt jelenti, hogy valóban volt Veresegyházon 12 darab ilyen kis zsebkenői terület, amit érdemes lett volna védetté nyilvánítani. Azt már itt nem merte megtenni a képviselőtestület, hogy mind a 12-t leszavazza, és így egyet sikerült. Egyet. Tehát
ezt mondom, mint módszerként, hogy ugye lehetett volna azt csinálni, hogy azt mondom, hogy úgyis csak egyet szavazzam, és egyel állok elő, akkor biztos, hogy elbukott volna az egész. És persze nem azért javasoltam 12-t, mert még ki akartam találni tovább 11-et, mert tényleg valós és reális javaslat volt, de azért a nagyszámok törvény alapján is kell dolgozni egy képviselőnek például. A Greenpeace-nek a politikával való kapcsolata jutott itt eszembe, hogy azt gondolom itt kizáró feltétel. Tehát, hogyha te megpróbálnál politikai pályára lépni, akkor folytathatnád tovább a Greenpeace-ben a tevékenységedet, a szakértői tevékenységedet, vagy ez kizáró? Nem, de hát nyilván ez egész más, mint amikor egy helyi egyesület elindul a helyi önkormányzaton, ami nagyon pozitív és szerintem is jó dolog. Greenpeace részről ki van zárva a politikai felelősség. Tehát az anyagi függetlenségre nagyon figyeltek, hogy ne lehessetek zsarolhatók, akkor a politika is gyakorlatilag ki van zárva. Hát nyilván a magánéletében párttag lehet valaki, csak pártfunkcionárus nem, tehát nem lehet pártisztségviselő. Magyarországon egyelőre jobb, hogyha pártfüggetlenek vagyunk, és ez pont a vért is fontos, mert nagyon sok szempontból szeretnénk befolyásolni a politikát, hiszen cél, hiszen nyilván egy nemzetközi zöld szervezetnek nagyon sok politikai kérdésben állás kell, környezetpolitikai kérdésben állás kell foglalni, illetve hát nagyon sokszor csak politikusok nélkül nem tudunk ugye nyilván beterjeszteni, javasolni valamit. A Demokrácia Most című műsort hallják, amiben a Civil Világ Magyarországon sorozat keretében két szervezetet hívtunk meg mára. Az egyik a Greenpeace, amelyik egy nemzetközi, ismert, nagy erővel rendelkező környezetvédő szervezet, és egy helyi, lokális tevékenységet végző Veresegyházáról a Tavi Rózsa Egyesületet, illetve hát mindkettőnek a képviselőjét. Az elmúlt műsor egységekben egy kicsit bemutattuk körülbelül milyen fő funkciói vannak az egyesületeknek, illetve ezeknek a szervezeteknek. Szó esett arról, hogy a döntéshozatal körülbelül hogyan történik, illetve az utolsó percekben azzal kapcsolatosan időztünk, hogy a helyi érdekérvényesítés kapcsán a helyi politikába, vagy általában a politikába való részvételnek milyen esélyei vannak, és egy picit itt differenciálódott, vagy polarizálódott a két szervezet. A helyi szervezetnek eleve felvállalt célja volt, ahogy elmondta Tatár Sándor, hogy a helyi döntéshozatal kontrollját, ellenőrzését ellássa. A Greenpeace ezzel kapcsolatosan egy kisebb távolságtartást, és inkább a különböző ügyekre való fölkészülést vállalta, ha jól foglalom össze az eddigieket. És mint megtudtuk, azért a Greenpeace is érdekérvényesít valahogy, és akkor beszéljünk a sikerekről, meg arról, hogy van-e olyan lehetőség, hogy nemzetközi szinten tárgyaló partnerként szerepel? Mert gondolom különböző bizottságokba, mint civileket bevehetik és megkérhetik a véleményüket. Mint NGO-k szerepelnek ilyenkor? Abszolút, hát a Greenpeace az egy NGO. Pont a napokban fejeződött be a ENSZ környezetvédelmi ügynöksége Igisze alatt folyó nemzetközi kémiai biztonsági tárgyalás sorozat, ahol a Greenpeace is ott volt, mint egy és itt sikerült sikereket elérni? És abszolút elérni? Pont részben a korábbi a cégeknél elért sikereinkre alapozva tudtunk nemzetközi kezdeményezéseket tenni. Ugyanis van ez a úgynevezett nagy detox kampányunk, aminek a keretében nem azt akartak elérni, hogy a ruhaipar vonja ki a káros anyagokat a gyártásából, ugyanis azt látjuk, hogy a Európában, Amerikában betiltott vegyanyagokat, amiket a ruhagyártásban betiltottunk, meg általában betiltottunk, azokat használják továbbra is Kelet-Ázsiában, Dél-Amerikában a ruhagyártáshoz. És ezzel tudtuk rávenni a világ gyakorlatilag vezető ruhagyártóit, illetve a forgalmazó üzletláncokat is, hogy egymás után csatlakoztak a kampányunkhoz, és vállalták azt, hogy pár éven belül kivonják a káros anyagokat a termelésükből, ami szerintem hatalmas dolog, mert gyakorlatilag a világ legnagyobb ruhacégeinek a legnagyobb része, tehát a nagy része az már csatlakozott a kampányunkhoz, és ezt próbáljuk most arra váltani, hogy pont ezen az ENSZ tárgyaláson mutattuk be, hogy ezeket az anyagokat igenis ki lehetne vonni nemzetközi szinten is, vannak egyezmények, amivel tiltunk különböző, vagy korlátozunk különböző anyagokat, hiszen helyettesíthetőek, kiválthatóak, hiszen megoldották ezek a világcégek is. Úgy érezzük, hogy ennek nagyon jelentős hatása van, és hatása is kell, hogy legyen. Azt tapasztalom mindig, hogy az emberek egy része hajlamos elhinni azt, hogy a vállalatok, amelyek ráálltak mondjuk egy szennyező üzemmódra, és azt állítják, hogy ez így a legoptimálisabb, és ennél jobbat nem lehet kitalálni.
hát elhiszik nekik, és a Greenpeace az pedig csak egy ilyen csaholó kutyaként van ott. De ugyanezt lehet mondani a Veresegyházi Egyesületre is, hogy hát tud azért ellenségeket szerezni magának egy zöld szervezet, mert sokan nem nekik fognak hinni. Még az is lehet, uram, bocsánat, hogy néha a zöld szervezetek is tévednek, bár itt ebben a körben ezt nem szeretném feszegetni. Átélnek-e ilyen ellenségeskedő polgári megnyilvánulásokat, vagy az emberektől valamiféle támadás? Van-e ilyen? Néhány évvel ezelőtt, sőt már 2008-ban volt a BD fecskendőgyár esete. Elég nagy lakossági ellenállás és mozgalom volt. Arról van szó röviden, hogy Veresegyházon a lakóterülettől kb. 150-200 méterre felhúzták volna az ország egyik legnagyobb ipari beruházását, és egy olyan lakóterület közelében, ahol persze azt mondták a lakosoknak, amikor megvették a telket, hogy ott évtizedekig csak mező meg rét lesz. Na most ez a kisebbik probléma lett volna, viszont kiderült az, nagy nehezen sikerült megszerezni a hatóságoktól adatokat, hogy ez a gyár fél tonna etilénoxidot tárolt volna a lakóterülettől ilyen távolságra, ami nagyon erősen robbanásveszélyes és rákkeltő anyag. Másrészt pedig a védőövezete beleesett volna a lakóövezetbe. Na most ugye az Élni Veresegyházon Egyesületnek a lakossági mozgósítása volt. Ezek voltunk mi. Igen, a Péterék, ami nagyon sokat nyomott alatba, hogy aztán meghiúsult a beruházás. A másik oldal meg mi voltunk szakmai szempontból, illetve a bírósági beadvának is a szakmai részét, meg a jogi részeit az Egyesületünk vitt, tehát a Virózsa Egyesület, és ez a kettő járult ahhoz hozzá egy együttes erővel, hogy ezt a beruházást meg tudtuk akadályozni. Itt hozzáteszem még, hogy a tavakat is részben szennyezte volna ez az üzem, és plusz még a levegőt is jelentős terhelés érte volna. Na most ugye elég nagy kommunikációs háború volt, és ugye az ilyen kommunikációs háborúk során lehet azért ellenségeket szerezni, tehát vannak olyan lakosok, akik akármilyen jól kommunikál mondjuk az Egyesületünk, vagy akár az Élni Veresegyházon Egyesület, azért mégis mondjuk az önkormányzat, vagy a polgármester, aki több évtizede hatalma van, jobban elhiszik, amit ő állít. És a Greenpeace-nél nincs ilyen, hogy kevésbé hisznek a Greenpeace által megfogalmazott dolgoknak, és ezért aztán ellenségesen fogadják az akcióikat? Kifejezetten ellenséges akciót nem láttam. Azt sajnos látom, hogy vannak Magyarországon olyan ügyek, ahol még a mai napig a jobboldal és a baloldali sajtó akár szívesen egységesen állítja azt, hogy biztos a Greenpeace hazudik, és az adott cégnek van igaza. Hát nyilván ezt gondolom jelölő körülök összevonnak. Viszont az összes felmérésből az látszódik, hogy a Greenpeace-nek alapvetően sokkal jobban hisznek az emberek, mint mondjuk az állami hivatalos kommunikációnak, cégeknek. És nem is tapasztalunk kifejezetten ellenségeskedést. Azt nyilván látjuk, hogy sajtóban itt-ott vannak ilyen ilyen ellenünk hangolódó cikkek, viszont több mint 50 ezer ember követ minket a Facebookon, és nagyon sok felületre lehet írni, és kifejezetten nem láttunk egy ilyen, hogy mondjam, ellenséges hangulatot. Azt látjuk, hogy nagyon sokan támogatnak minket. Azért nekünk is alapvetően az a tapasztalatunk, hogy nem keresnének meg minket rendszeresen ott élő magánszemélyek, ha nem bíznának bennünk. Tehát sokszor sikerült úgy elintézni dolgokat, vagy megelőzni problémákat, hogy megkerestek minket, és nem az önkormányzathoz mentek. Sikerről egy mondatot csak, hogy igen, tovább tudjunk menni. Jó, tehát ugye ez a fecskendőgyár, ez egy ilyen volt. Úgy gondolom, hogy az önkormányzati képviselőség az szintén. Már bocsánat, tehát, hogy a fecskendőgyár nem tudott megépülni az. Igen, mert ugye egy ipari parkba gondoltuk, hogy ott lenne célszerű megépíteni, és aztán meg is épült Tatabányán, tehát gyakorlatilag helyére került. Tehát nem, azt, de mi nem általában az ipar ellen voltunk, hanem ennél, hogy mit, hol, hogyan csinál. És még röviden annyit, hogy talán az is siker, hogy a Veresegyházi Malomtavat 254 millió forintból rehabilitálták, és a szakmai anyagnak a 90% az Egyesületünk előző éves munkájából származott. Ott tudtuk bebizonyítani azt, hogy gondban van ez a tó, és hogy ezért érdemes rá forrás szerezni, és aztán az önkormányzatnak sikerült is ez. Tehát például ez egy másik. Kicsit a Greenpeace-szel szeretnék provokatív lenni. Mindenütt azt olvasom a honlapon is, meg hát tőled is hallottam már egyszer valahol, hogy nem konfrontációra törekeztek elsősorban, hanem megegyezésre és tárgyalás partnerek vagytok. Miközben a közvéleményben nem ez a kép él rólatok, hanem az, hogy külföldi gazdagok által finanszírozott akár akciók. Az is, olyan akciókat, atomerőműre fölmászni és ráírni azt, hogy azt hiszem most éppen Spanyolországban volt legutoljára egy ilyen, hogy ez nem oké, majd utána úgy kommunikáljátok, hogy ez teljesen békés dolog volt.
Ugye először is szögezzük, hogy az összes akciónk erőszakmentes. Tehát fölmászunk dolgokra, kifeszítünk. De hogy lehet ezt a két dolgot összehozni, hogy, hogy ez egy provokatív, figyelemfelkeltő, és ugyanakkor, ugyanakkor mégis oda megyünk, vagy akár oda ülünk valahova, mondjuk békésen, és nem engedjük tovább menni mondjuk a szennyező gépeket, vagy akármi. Mindig békések az akciójunk, tehát az erőszakmentesség az egy alapvetően kulcsmomentum, és az egy mindig is létező, kötelező. Tehát akkor így értitek azért. Ez az egyik, a másik pedig alapvetően akkor foglalkoznak nagyon sokszor az emberrel, hogyha valami drasztikusat lép. A világ második legnagyobb kiskereskedelmi hálózatával, boltjával, aki Magyarországon is egy nagyon jelen, mindenhol jelenlévő áruház, most írta nekünk alá, hogy kivonja a veszélyes anyagokat a gyártásából. Kiraktunk erről egy sajtóanyagot. Egyetlen egy kis hír jelent meg róla a magyar sajtóba. Ezzel szemben, hogy egy kis, hogy mondjam, ez embereknek, a tízmillióinak az életét javítja, és ezt mi értük el. És ez nagyon-nagyon fontos lépés. Senkit nem érdekel. Hogyha legkisebb blokádot, akciót, valami balhét csinálunk, egy teljesen ellentétlen ügybe, tele van vele a sajtó. De sajnos az a szomorú, hogy a sajtó csak a botrányokat, balhékat szereti, és azt, hogy egy óriási eredményt elér, sajnos, vagy nem, sajnos. Nem számol be. Pontosan a Greenpeace volt az első, aki tudta, hogy hogyan kell bánni a sajtóval ahhoz, hogy ezt a saját hasznukra felhasználják. Arról sajnos senki nem tud, hogy most a világ egyik legnagyobb kiskereskedelmi lánca ezentúl sokkal, hogy mondjam, egészségesebb termékeket fog előállítani, meg nem fogja szennyezni a környezetet miattunk, de ezt nem tudtuk volna elérni, hogyha nem csinálunk előtt ilyen akciókat, hogy ránk kelljen figyelniük. Beszéltünk itt a környezetvédelmi szervezeteknek a magyarországi hálózatáról. Ti magatok is az országos tanácsot, azt hiszem így hívják a környezetvédők azt a, vagy országos találkozót, amikor évenként egyszer találkoznak, ez egy minta, és a különböző tananyagokban tanítani is szoktuk, hogy, hogy hogyan lehetne a bizonyos szakterületre csoportosuló civileknek harmóniát, együttműködést teremteni. Ebben a hálózatban a Greenpeace, amelyik inkább regionális vagy nemzetközi szintjét célozza meg, vagy hirdeti a saját tevékenységének, az egy sziget, vagy ti is részei vagytok ennek a magyar környezetvédő mozgalomnak? Szerintem részei vagyunk abszolút. Nagyon jó a kapcsolatunk a zöld mozgalom nagy részével, hiszen abból jövünk, abba vagyunk, és továbbra is próbálunk minden szinten együttműködni. Van nyilván sok kérdés, hogy vala egy-egy szervezettel nem vagyunk egy vonalon vagy egy véleményen, de hát ez teljesen természetes. Összefoglalva egy kicsit azt, amit érintettünk témákat, például itt a legutoljára a radikalitással kapcsolatban faggatóztam. Mivel ismerem a Tavi Rózsa Egyesületnek a politikai tevékenységét is, én mindig csodálkoztam azon, hogy Tatár Sándor a legtürelmesebb képviselő volt akkor, amit el lehet képzelni, tehát én már rég fölháborodtam volna és üvöltöztem volna, ő pedig udvariasan újra és újra neki ment a dolgoknak. Tehát a Tavi Rózsa abszolút nem radikális szervezet tette a dolgát, de ez nem biztos, hogy minden kis helyre igaz. Viszont a Greenpeace-ről csak az a hír járja, hogy ő radikálisan is föl tud lépni, még akkor is, ha ez békés. Tehát tudom, az alapítóban is ott van a békesség, mint fontos, de meg a békért harcolnak. A nevében is benne van a szervezet. Benne van. Meg egyébként én tőlük tanultam meg, hogy mi az a polgári engedetlenség. Tehát amikor én vállalom az adott joggal szembeni fellépésem iránti jogi következményeket, úgyhogy ezt csak a hallgatóknak mondom, hogy a polgári engedetlenség az egy nagy zűrzavar, mert a Greenpeace mindig vállalta a polgári engedetlenség után a jogi következményeket, ez a lényeg ennek. Aztán beszéltünk a politikáról, hogy abban milyen érintkezési pont lehet, és milyen nem. Kicsit arról is, bár erről nagyon keveset, hogy hogyan épültek mostanában le a civil szervezetek, közül a zöldek is, hogy milyen célokat tudnak maguknak kinézni. Én is érzek itt egy ilyen infantilizálódási folyamatot, hogy egyre kisebb célokat tűznek ki, mert azt tudják teljesíteni, mert fogyott, erről Sándor beszélt, hogy fogyott mögöttük az erőforrás kapacitás. És az utolsó kérdésem talán, a műsor vége felé mindig az értékek felé megyünk el. Mind a kettőjüknek mondanám. Mondok három szereplőt, és melyiket érzik magukhoz közel. Az egyik legyen a kalmár, a másik legyen a varázsló, a harmadik a polgár, és a negyedik a herceg. Melyik az, amelyikhez akár személy szerint, akár a szervezet úgy közel áll? Tehát herceg, kalmár, polgár és varázsló. Hát én úgy gondolom, hogy nálunk a polgár, ugye
annyira helyi szinten megvannak a közvetlen kapcsolataink minden szinten, uh-huh. hogy én úgy gondolom, hogy talán ez lenne a uh-huh. megfelelő válasz. Greenpeace-nél? Ez sokkal összetettebb kérdés így számunkra. Mi ugye alapvetően azt szeretnénk elérni, hogy a tömegek akarjanak változást, és csináljunk rengeteg emberből herceget. Tehát, hogy mi nagyon sok herceget szeretnénk. Egy kis varázslattal. Egy kis varázslattal. Tehát, hogy mi azt szeretnénk... Elárulom, hogy a varázslat az a médiának a szimbóluma. Tehát az aki varázsol. Tehát, hogy a média az egy sokkal kisebb jelentőségű dolog az életünkben, mint az talán kifelé látszik. Tehát mi igazából azt szeretnénk, hogyha nagyon-nagyon sok herceg és varázsló. De kalmárok nem akarnak lenni, tehát az lenne a kereskedő. A varázslóra mondja Judith Jensen, hogy az a médiának a lehetősége, a modern világnak a... A modern világ média, hogyha az új médiát is belevesszük, akkor egyfajta varázslattal szeretnénk azt, hogyha rengeteg, hogy mondjam, olyan ember lenne, aki herceg és eléri a célokat. Igen, a világpolgár tudja kialakítani a Greenpeace-t, az lesz egy igazi küldetés, hiszen akkor a globális cégekkel szemben azokat rá tudja kényszeríteni a világpolgárságán keresztül arra, hogy helyes célokat tűzön ki. Hát, hogy a cégeket szeretnénk rákényszeríteni, hogy a jó politikát harcolják ki, hiszen igen, ők igen. Rájönnek, hogy ez nekik jó, és akkor rájönnek, hogy a világnak is jó. És tulajdonképpen így függhet össze egy helyi kis szervezet, egy globálisan, hogy a helyi polgárságot neveli a globális Greenpeace pedig a világpolgárokat. Köszönjük a mai vendégeink a Tavi Rózsa Egyesülettől, Veresegyházáról Tatár Sándor, és egy nemzetközi szervezet képviseletében, a Greenpeace képviseletében Simon Gergely volt. Köszönjük szépen! Köszönjük.